Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. július 29-én, este 7:30-kor. Közlekedési eszközök sorakoztak vasárnap a Szent István király templomnál. Járműáldás volt Kalocsán. Kenuval mennek Kúlába. A birkafőző fesztiválra érkeznek meg a vízen. Kigyulladt autóhoz vonultak ki a tűzoltók szombaton. Az oltás ideje alatt a teljes útszakaszt lezárták. Jármű áldásra került sor vasárnap, két alkalommal is Kalocsán a belvárosban. A különböző közlekedési eszközök a Szent István király templom környékén sorakoztak fel, a reggel 7:30-as és a délutáni 5 órás szentmise után. Kristóf azon szentek sorába tartozik, akiknek a létezését történetileg nem lehet egyértelműen igazolni, mégis oly nagy tiszteletnek örvend, hogy etérem igen sok történetileg bizonyíthatóan létezett szentnek fölötte áll. A hagyomány szerint Kristóf a 3. század derekán, Szamóban adta életét Krisztusért. Az utoljárók patronusaként tartják számon, akiknek képét ma is sok autós és motoros magával hordja. Nem véletlen tehát, hogy névnapjához kötődően járműáldással egybekötött szentmisére is sor kerül, többek közt itt Kalocsán a Szent István király templomban is, közel 10 éve. Megkérjük Szent Kristóf vértanút, hogy vigyázzon ránk, amikor úton vagyunk. Adja Isten, hogy ez a könyörgés meghallgatásra találjon. Nem csak én vagyok egyedül vele, úgy látom, egyre gyorsabban éljük az életünket. Sokszor még a lelkünket is elhagyjuk útközben. Az idei évben két alkalommal, a reggel 7:30-as és a délutáni 5 órai szentmise után sorakoztak fel a különböző közlekedési eszközök a jezsuita templom környékén. A reggeli időpontban érkezők a szerencsésebbek közé tartoztak, hiszen az eső elkerülte őket, este felé azonban a csapadék megnehezítette a szertartást, az áldás azonban ettől nem maradt el. Kenuval megy egy evezős csapat Kúlába. Az Interreg pályázat egyik lezáró eleme a vizitúra, melyet szeptemberben ejtenek meg. Kúla legnagyobb ünnepére, a birkafőző fesztiválra érkeznek majd meg a tervek szerint a vizitúrázók. Az interregionális együttműködési program, vagyis az Interreg pályázat Kúla és Kalocsa köz jött létre, melynek célja, hogy a két város kapcsolatát erősítse, illetve a kultúrákat, a hagyományokat közvetítse. Többek közt a vízi turizmus, a gasztronómia, azon belül is a paprika, illetve a népművészet a 3 pillére a programnak. A pályázat sok eleme már megvalósult, hamarosan a végéhez is ér. Egyik lezáró eleme szeptemberben kerül megvalósításra, mikor is egy csapat kenúval érkezik majd Kúlára, Kalocsáról. Szeptember 2-án a Kalocsai Gerilla Kertész Egyesület közreműködésével kenún, a Dunán és Ferenc csatornán elindulunk Kúlára, hogy megérkezzünk a kúlai városi fesztiválra. 160 kilométert fogunk megtenni vízen. Alszunk majd sátorban, alszunk majd iskolai tornateremben. Én tisztelettel kérem képviselőtársaimat, akinek van kedve, az jelentkezzen, és jöjjön, tartson velünk. Kúla legnagyobb fesztiváljára, a hagyományos birkafőző ünnepségre érkeznének meg így módon a résztvevők, mire a város foci csapat felállításával is készül. Természetesen a kúlaiaknak a hagyományos birkafőző fesztiváljára érkeznének oda a csapat, tehát ez lenne a záró. És akkor már én is a képviselőtestet tagjait, hogy adokozzák azon, hogy szokásnak az éven futballcsapatot ki kell állítanunk. Az alpolgármestert kérjük mindenféleképp, ezt jelezzük le. Azt is kérte, hogy lehetőségben van, hogy egy éjszakát eljön a csapat, tehát nem kell azonnal hazavonni, hanem akarnak. Tehát az, hogy este a vacsorán ott tudjanak maradni, illetve a kúlai barátok esetleg még egy kicsit iszogatni. A kúlai fesztivál szeptember első hétvégéjén kerül megrendezésre. Kigyulladt egy személyautó szombat este Kalocsán a Széchenyi út és az I. és Gyula utca sarkán. Az oltás ideje alatt egyenruhásaink a teljes útszakaszt lezárták. Hatalmas füst, égett szag, szirénázó tűzoltó autó. Szombaton este 10 óra után erre lehettek figyelmesek Kalocsán az Eperföldi iskola környékén lakók, ugyanis az I. és Gyula utca és a Széchenyi út kereszteződésében kigyulladt egy személyautó. A tűz keletkezése után nem sokkal később megérkeztek a tűzoltók, akik gyorsan eloltották a tüzet. Az autóban tartózkodók szerencsére nem sérültek meg, időben el tudták hagyni a járművet, ami, ahogy a felvételeinken is látszik, majdhogy nem teljesen kiégett.
Stábunk helyszínre érkezésekor a szakemberek még éppen oltották a tüzet. A rendőrség munkatársai ez idő alatt a Széchenyi út egy szakaszát teljesen lezárták. Az utómunkálatok végzése alatt azonban már félpályán haladhatott a forgalom. A társszervezetek az akció ideje alatt végig együtt dolgoztak. A katasztrófa védelem közösségi oldalán korábban már beszámolt róla, hogy mi okozhat menet közben tüzet a gépjárművekben. Általában meghatározó tényező a jármű műszaki állapota, életkora, karbantartottsága, valamint a megtett kilométerek száma is. A bekövetkezett esetek alapján a tűz az esetek felében a motortérben keletkezett. Jellemzően az üzemanyag ellátó rendszerből jut ki az üzemanyag, amelyet a motor keltette hő gyújt meg. A motortérben keletkező tüzek terjedését elősegítik az olajlerakódások, zsíros szennyeződések. A motortérben még a nagy átmeneti ellenállás miatt keletkezhet tűz, ami meggyújthatja az olajos lerakódást vagy a motortér éghető anyagait. A motortérben keletkező tüzeket gyakoriság szempontjából az utastérben keletkező tüzek követik. Az esetek egyharmadában így csapnak fel a lángok. Az ilyen esetek leggyakrabban valamilyen elektromos hibára vezethetőek vissza, amely miatt a műszerfalban keletkezik tűz. Az elektromos rendszer meghibásodásából jellemzően csak kisebb tüzek, füstölések alakulnak ki, vezetékek olvadnak össze. Az utastérben keletkező tüzek másik lehetséges oka természetesen az emberi tevékenység. Az eseteknek csupán az egyhuszadában keletkezik a tűz a futóműben, ezek általában a fékek, csapágyak elhasználódásához, meghibásodásához köthetőek. Van olyan iskolás, akinek nem csak pihenéssel, kirándulással, játékkal, barátokkal telik a nyara. Ők azok, akiknek elő kell venniük a tankönyveket, hiszen pótvizsgára készülnek. A tanév utolsó heteiben sokan küzdenek a jobb jegyekért. A diákok nagy részének ez sikerül, de van olyan gyerek, akinek nem. Hogy elkerülje az évismétlést, fel kell készülnie a nyári szünetben. Augusztus 15 és augusztus 31 között kell kijelölni azt az időszakot az igazgatóknak, amikor a pótvizsgát a tanulóknak meg kell tenni. Ezt reggel 8 és délután 5 óra között kell. A mi iskolánkban a kollégák már a tanév végén átadták a tanulóknak azt a tananyagot, amit szeretnének tőlük számon kérni, amit hát 10 hónap alatt nem tudtak elsajátítani, azt most 1-1,5 hónap alatt bizony meg kell, hogy tegyék, hogy magasabb évfolyamba léphessenek. Ilyenkor a tanító, tanár is ellenőrzi a felkészülést. Segíteni szoktak a gyerekeknek, egy-két instrukciót adnak még, vagy hiányosságra felhívják a figyelmüket, ami úgymond a minimum tananyag és a továbbhaladáshoz szükséges. A Kalocsai Fényi Gyula általános iskolában idén 2 tantárgyból, angol nyelvből és fizikából kell pótvizsgázniuk a diákoknak. Nagyon kevés nálunk a javítóvizsgára készülő tanuló, hála Istennek. Bízunk benne, hogy ez a csekély létszám is egyszer megszűnik, és a gyerekek rájönnek, hogy saját érdekük, hogy 10 hónap alatt felkészüljenek és elsajátítsák a tananyagot. Orfűn táboroztak a múlt héten a Bokréta Népművészeti Egyesületben táncoló kisebb gyerekek. A Big Fic és a Négykézláb csoportból közel 30 néptáncos gyakorolta az új lévéseket. A nagyobb néptáncosok nyaranta külföldi fesztiválokra mennek. A kisebbek sem maradnak élmény nélkül. Ők is táboroznak, csak itthon. Ide a kisebb korosztály szokott jönni, a Négykézláb és a Big Fic csoportból jöttek gyerekek, összesen 31 gyermek van velünk, 3 kísérő asszisztenssel és pedagógussal. Egy olyan táborhelyet sikerült találniuk, ami igazán illik egy néptánctábor speciális igényeihez. Az a különlegessége még ennek a tábornak, hogy van egy hozzátartozó táncpajta, amit egy régi iskálóból alakítottak ki. Az egyik fele egy színpados tánctér, és a másik fele pedig ilyen kiszolgáló helyiségek vannak, és ez nagyon-nagyon szép, ugye teljesen ilyen igazából a népi hagyományoknak megfelelő berendezéssel és minden egyébben, úgyhogy nagyon hangulatos azért ott táncolni a gyerekekkel. Délelőttönként volt tánctanítás, Sárközit és Kalocsait tanultak a gyerekek. Délutánonként pedig mindig valamilyen program várt rájuk. Megnézték az Orfői tavat, az Abaligeti cseppkőballangot is. Az egyik csoportnak az a terv, hogy a jövő tanévben Sárközi, illetve Somogyi ugróst fogunk tanítani, és akkor egy kicsit azért megalapozzuk most a tervezett tananyagnak a
az előkészítését. A Drift Arena szervezésében ezúttal a szlalom királyai feszültek egymásnak egy teljes napon át a szlalom országos bajnokság keretében itt Kalocsán. Szombaton több tucatnyi pilóta küzdelmétől volt hangos a versenypálya. Egy újabb, pörgős, autós versenynapra került sor szombaton a Kalocsa-Fogtó úszót határában lévő reptéren. Ezúttal a Drift Arena szervezésében a szlalom királyai feszültek egymásnak a szlalom országos bajnokság keretében. A közönség a drift versenyek és bemutatók után az autósport egy újabb típusával ismerkedhetett meg. Ez egy olyan autóverseny, ahol bójákat kell kerülgetni. Igazából nagyon sokféle pályán megyünk reptéren is, volt a Hungaroringen is verseny, tehát épített pályákon is van, és ki vannak tűzve bóják bizonyos közönként, ezeket kell szépen bevenni, úgyhogy nem lökjük fel őket, mert aki bóját dönt, az 2 másodperc büntetést kap. A pilótáknak a jó eredmények eléréséhez a gyorsaság mellett nagy elszántságra és precizitásra is szükségük volt a kalocsai pályán, ami egyébként nagyon tetszett a versenyzőknek. Nekem nagyon tetszik, mivel kis füzögetős, tehát itt pontosan ez a pontossága fontos, és vannak nagyon fontos ívek, amiket jól be kell vennünk. A résztvevők különböző kategóriákra bontva álltak a rajthoz, az autók típusa, teljesítménye, a pilóta neme, illetve kora szerint. Találkoztunk egészen fiatal versenyzővel is, aki 4 évesen gokarttal kezdte a pályafutását, majd 1 évvel ezelőtt váltott a szlalomozásra. 4 éves korom óta versenyzök gokarttal kezdtem, és 1 éve megyek ezzel az autóval. Ismerős által hallottunk róla, és ez megtetszett nekünk, meg ez kezdésnek számomra tökéletes gyakorlásképpen. Az országos szlalom verseny a tervek szerint augusztus utolsó hétvégéjén egy másik helyszínen folytatódik majd, de ez még szervezés alatt áll. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!